Meggyújtották Veszprém adventi koszorúján a második gyertyát. A Szentháromság téren a katolikus Caritas az 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű országos programját is megnyitották. A szónokok a szeretetről, a reménységről beszéltek a közeledő karácsony ünnepe előtt. Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia, aki nem tőlem és nem tőled kap életet. Dzsida Jenő, közeleg az emberfia című verse köszöntötte a várban összegyűlt ünneplőket. Az adventi koszorú előtt a Caritas jótékonysági akciójának megnyitója alkalmából a Caritas jelét formázták meg a mécsesek. A nemzetközi akcióhoz hazánk 2010-ben csatlakozott. Önök előtt látjuk a Caritas emblémáját, logóját mécsesekből kirakva. A kereszt azt hiszem önmagáért beszél, hisz a szenvedést, a megpróbáltatást jelképezi számunkra, a mindennapi élet küzdelmét, a piros mécsesek pedig jelzik a szeretetnek, az odafigyelésnek, az emberi törődésnek, jóindulatnak a fényét, a lángját. Az esperes elmondta, ha elesett embertársainknak segítünk, magunk is gazdagabbak leszünk ezáltal. A város nevében Németh Lajos alpolgármester volt jelen a bensőséges eseményen. A remény gyertyáját gyújtjuk meg, azt a reményt, annak a reménynek a gyertyáját, amelyet az Úristen hagyott Ádámnak és Évának, mint ahogy annak idején Madács az ember tragédiájában megírta. És nem elég a reményt elfogadnunk, a reménnyel együtt élnünk, a reményben hinnünk, hanem reményt adnunk is kell. Ugyanúgy, mint ahogy nem elég jónak lenni, nem elég a jót szeretni, a jót akarni és a jót tenni, tenni kell, ugyanígy a reményt is tenni kell azoknak, az embertársainknak, akik valamilyen oknál fogva elesettek, betegek, kiszolgáltatottak, gyengék, kicsik. Az adventi koszorú harmadik gyertyáját december 13-án vasárnap délután gyújtják meg a Szentháromság téren.